Nagy szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és hát egy várva várt pillanat érkezett el, amit mint a kicsit a Kánaán, hogy mindig mentünk felé, mindig haladtunk, közelebb voltunk, és szinte már nem is gondoltuk, hogy ez a örömteli pillanat el fog érkezni. Megtörtént az, hogy a települési területi operatív programokban már megtörténtek az első kiérkezések, már a polgármesterek örömmel hívogattak bennünket, országgyűlési képviselőket, egymást, hogy tényleg igaz-e, tényleg ami megjelent, az már tényleg kiértesítés a szerződésekről. És hát azért ültünk így össze, ennél az asztalnál sokkal többünknek kellene innülni, hiszen ha azt veszük, hogy kik dolgoztak ennek a munkának az előkészítésében, kik vettek részt, és én azt gondolom, hogy a jó példával Jászenkun-Szolnok megye jól vizsgázott, jól koordinálta, hiszen a megyei önkormányzat alelnökein, munkatársain kívül az előkészítésben részt vettek az országgyűlési képviselők, részt vettek a polgármesterek, konszenzusos döntést hoztunk, és hát Bene Ildikó megyei fejlesztési biztos az, hogy nem csak mint országgyűlési képviselő úr itt, hanem ő volt az, akit megbízta a miniszterelnökség, a kormányzat, hogy koordinálja ezeket a feladatokat, és ő a kormányzat részéről van, és azt gondolom, hogy ilyen szerteágazó pályázati munka, ilyen sok szereplővel, ilyen sok új szabályozással, amivel a kormányzat, a megyei önkormányzat, a települési önkormányzat és az országgyűlési képviselők vettek részt, ilyen nagy feladat én azt gondolom az elmúlt években nem volt, és azt látom, most már merem azt mondani, hogy kezd bebizonyosodni, hogy jól vizsgázott. A tegnapi nap folyamán az önkormányzatokat kiértesítették egy több mint 20 milliárd forintos összegről. Ez az 53,7 milliárdhoz képest, hogyha még belevesszük az útfelújítási összegeket, a paktumra elköltött összegeket, akkor az 53,7 milliárdból körülbelül olyan 30 milliárdot költöttünk már el, ezek vannak lekötve, ezekről vannak értesítések, ezekről lesznek szerződések. Én azt gondolom, hogy most már beindult ez a folyamat. És múlt héten Kunszentmártonon voltunk, amikor a közgyűlés döntött arról, hogy egy 40 milliárdos összegről döntöttünk. Én bízom benne, hogy folyamatosan jönnek a többi pénz is, a többi szerződés is az önkormányzatokhoz, hiszen nagyon várják. Csak néhány apró dolgot megemlítek. Turizmusfejlesztés, ipari park fejlesztésre ebbe a csomagba 2,8 milliárd forint van, helyi gazdaság fejlesztésre majdnem 1 milliárd forint, turizmusfejlesztésre több mint 2 milliárd forint, gyermekintézmények fejlesztésre 18 település kapott most értesítést, ez 2,6 milliárd forint, a zöld városokban 15 várost érintően 3,7 milliárd forint, környezetvédelmi infrastruktúra belvízelvezetésre 11 település 2 milliárd forint, helyi közlekedés fejlesztésre 20 települést 4 milliárd forint, egészségügyi alapellátás fejlesztésre 14 település 1,1 milliárd forint, szociális ellátás fejlesztésére 13 települést érintő majdnem 1 milliárd forint került kiértesítésre, és nagy összegek ezek, de körülbelül még egy ekkora nagyságrendű összegekre várunk. Én azt gondolom, hogy néhány héten belül azok a települések, akik most nem kaptak kiértesítést, azok is fognak értesítést kapni a nyertes pályázatokról. Ahogy ez az ütemezés zajlani fog, megkapták az értesítést, szerződéskötések lesznek, a szerződéskötések meglesznek, akkor már hozzá tudnak kezdeni a közbeszerzésekhez az önkormányzatok. Ha gyorsan zajlanak a közbeszerzések, akár a nyár végén, de ősszel már indulhatnak a munkák, és én azt gondolom, hogy nagyon sok település, a megye minden településén
fejlesztés lesz. Vannak települések, ahol nagyobb, vannak, ahol kisebb fejlesztések. Én átadnám a szót először fejlesztési biztos asszonynak, hiszen ő is aktívan részt vett az egyeztetésben, és el kell mondani, hogy konszenzusos egyeztetésben, ha most megnézzük azt, hogy lakosság arányosan mekkora összeg lett elköltve egy-egy településre, akkor elmondhatjuk azt, hogy nincsenek kirívó, többet kapó települések lakosság arányosan, vagy kevesebbet kapó települések. Figyeltünk abba, hogy a megye minden térségéhez megfelelő fejlesztések jussanak. Erre figyeltek a polgármesterek, figyeltek az országgyűlési képviselők, és figyeltünk mindannyian. Én azt gondolom, hogy jó példával jártunk elő az együttműködésbe. Fejlesztési biztos asszonynak átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, alelnök urak, kedves sajtómunkatársak. Többször ültünk már itt valóban, amióta a topok egyáltalán elindultak, és a gondolkodás is elindult. Nagyon hosszú volt a folyamat, és egy teljesen új megközelítésben történtek a átgondolások, és ahogy elnök úr is mondta, bizony ebben nagyon sokat kellett dolgozni a településeknek, nagyon sok mindent át kellett gondolni, hiszen azért megvoltak azok a legfontosabb prioritások, amelyeket azért a topoknál figyelembe kellett venni. Tehát az, hogy a forrásoknak a 60%-án a gazdaságfejlesztést kell szolgálni, és nyilván ezek részben, mint ahogy elnök úr is mondta, közvetlen források, amelyek akár az iparfejlesztésben, egyéb területeken nyilvánulnak meg, és vannak közvetett segítők, mert egy útnak az építése, egy bölcsöde, egy óvoda, ezek azért nagyon komolyan hozzájárulnak a megtartó és a biztonságot nyújtó közeghez. Én azt gondolom, hogy felelősségteljes gondolkodás volt, én úgy gondolom a települések részéről, szükség is volt erre, és azt vesszük, hogy ebbe a megyébe a top források tekintetében a megye közel 54 milliárd, de ott van a város, hiszen a városnak is vannak feladatai, 15 milliárd, tehát ezek a fejlesztések azért nagyon komoly erőt képviselnek. Valóban így van, ahogy elnök úr is mondta, nagyon vártuk ezt az első etapot, hogy elindulnak már kvázi a megvalósításban is. Én azt gondolom, hogy ezek most már egy megnyugvást jelentenek, hogy most már lassanként jönnek a források és jönnek a szerződések. Én nagyon bízom benne, hogy eredményes a munka. Végignéztem most az elmúlt két évet, hogy hányszor egyeztettünk, hány fórumot tartottunk, hányszor mentünk azért helyben is próbáltuk meg azokat a szakmai információkat, hiszen nagyon sok változás volt, nagyon sok mindenről kellett tájékoztatást adni, nagyon sok szakmai kérdés volt, amit együtt végig kellett gondolni. Én tényleg azt tudom mondani, hogy sokszor nehéz döntéseket meghozva, de nagyon korrektül együttműködött mindenki, úgyhogy én ezért csak köszönetet tudok mondani, és nagyon bízom benne, hogy ezek a tervek, amelyeket most már amelyek meg az indulásánál vagyunk, ezek érdemben, és nagyon lényeges változást fognak hozni a települések életében. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a fejlesztési biztos asszonynak a hozzászólását. Én azt gondolom, hogy korrekt együttműködés volt, és csak belegondolva az, hogy mondta, hogy hány egyeztetés volt, én is felírtam meg kollégám segítségével, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül, hiszen kezdtük a helyzetfeltárással, távlati célok kialakításával, ez már olyan távoli múltban van, hogy már szinte alig emlékszünk rá. A területfejlesztési koncepciót meg elkészítettük a pályázatokhoz. Akkor a fejlesztéshez szükséges programokat számba vettük, miket kell fejleszteni, a top megyei kereteinek felhasználásának irányelveit kidolgoztuk, és nagyon sok egyeztetés volt járási szinten, önkormányzati szinten, polgármesterekkel, országgyűlési képviselőkkel, intézményvezetőkkel. Én azt gondolom, hogy ez most már kezd beérni. És hát Jász-Nagykun-Szolnok megyét nem véletlenül hívják Jász-Nagykun-Szolnok megyének. Alelnök kollégáim, ők nem csak a megye egészéért felelősek, hanem egy meghatározott területet is kell nekik vinni. Piroska Miklós alelnök úr
behatóbban és jobban foglalkozik a jársági fejlesztésekkel, azon kívül, hogy az egész megyével, Beres Zsolt alelnök úr pedig a megye déli részével, avval a régióval, tehát ők plusz munkát is végeznek ezeken a területeken. Én szeretném, hogyha ugye a régió szinten a megye egészét tekintve, de egy kicsit ennek a régió szinten is szólnának néhány szót. Nagy tisztelettel köszöntöm én is Önöket. Sikerült a mai kihelyezett emlékülésről visszaérni Szolnokra. Azzal kezdeném, amire elnök úr utalt, hogy az alelnökök között ugye differenciált területi elvek mentén differenciált feladatmegosztás is van. Ebből adódóan ugye jó magam Jászberényiként, Jászberényi delegáltként, a jászság delegáltjaként vagyok jelen a közgyűlésben. Azt kell, hogy mondjam, hogy ettől függetlenül azonban, hogy területi elvek mentén differenciált feladatokkal rendelkezünk, ki kell emelni azt az együttműködést és azt a munkát, ami a megye egészét és a jászságot összekapcsolja. Biztos vagyok benne, hogy a alelnök kollégáim hasonló véleményen és állásponton vannak, de én úgy gondolom, hogy minden egyes alkalommal, amikor ilyen örömteli hír közlésével érkezünk, meg kell, hogy emlékezzünk arról, hogy bár nagyon messziről érkeztünk, de elértünk ahhoz a célhoz, amit a legelején a megyei közgyűlés és a megyei parlamenti képviselők kitűztek maguk elé. Én úgy gondolom, pont a mai napon volt szerencsém Jászberény város polgármesterével egyeztetni ezekről a projektekről. Nagy örömére szolgált, hogy Jászberény is több támogatói döntésről értesült, és megkezdődik a támogatási szerződések megkötésének a folyamata, de a teljes jászság egésze, hogyha az elnök úr által előbb említett második körös miniszterelnökségi jóváhagyáson túl vagyunk, 10 milliárd forintot meghaladó forráshoz fog jutni. Ez minden települését érinti a jászságnak, és azt gondolom, hogy a legelső pont, amire utalt fejlesztési biztos asszony is, az az volt, hogy egységben a megye erős. A megye úgymond kivonult a jászságba is, mindkét jászsági járásban egyeztetést tartott az összes járási polgármesterrel, a parlamenti képviselőnk Pócs János jelenlétében, és arra törekedett, hogy bár az igények mint mindig jóval magasabbak, mint a rendelkezésre álló forrás, de próbáljunk egy olyan konszenzusos megoldást kialakítani, mely eredményeként minden egyes település valamely területen előrelépést tud elérni. Én úgy gondolom, hogy elismerés elnök úrnak is, és fejlesztési biztos asszonynak is azért a koordinatív szerepért, mely keretén belül összefogta a megye összes szereplőjét, legyen szó a képviselőkről, a polgármesterekről, vagy a megyei közgyűlés tagjairól, és konszenzusos döntést tudtunk hozni mindannyiunk jövőjének érdekében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent jeles képviselőit. Én azt hiszem, hogy csatlakozva az előttem szólókhoz, a polgármestereken, az állampolgárokon és rajtunk kívül már csak önök várták jobban, hogy egyszer a TOP-ról, a Terület és Településfejlesztési Operatív Programról ne csak előkészítésében, hanem megvalósításában is beszélhessünk, ezáltal önök hírt adhassanak róla. Igen, eljött az a pillanat, amikor a hírek önökön keresztül most már nem arról szólnak, hogy van egy forrás és előkészülünk és felkészülünk, hanem most már arról szólhat a híradás, hogy a munka, az építkezés képletesen szólva ténylegesen megkezdődhet, ténylegesen elkezdődhet, hiszen a támogatási döntések egy komoly része megszületett. Pont ezért kettősséggel bír számomra ez a sajtótájékoztató, hiszen lezárunk egy korszakot, egy előkészítő korszakot, egy tervezési időszakot, ami nagyon komoly munkát adott a polgármestereknek, az önkormányzatoknak, de ezzel együtt nekünk is a megyei önkormányzatnál, akár ha a hivatalt tekintem, akár pedig az elnökséget magam mellett. Én köszönöm szépen elnök úrnak és fejlesztési biztos asszonynak, hogy ezen a sajtótájékoztatón lehetőséget adott nekünk arra, hogy ne csak globálisan az egész megye topos kereteiről és információiról beszéljünk, hanem letekinthessünk lokális helyi szintre is, és megnézhessük, hogy a jászságban, a Tiszazukban, Törökszent Miklós, Mezőtúr és Szolnok térségében mi az, ami az elmúlt időszakot jellemezte, és mi az, ami bízunk benne, az elmúlt következő időszakot fogja jellemezni.
Nos, mint ahogy elhangzott, alelnökként én a megye Tiszazugi részéért, a mezőtúri és törökszentmiklósi járásokért vagyok feladataimban felelős többek között. Ez az én fókuszcsoportom, amelyre a napi munkám során igyekszem kiemelten figyelni. Ha ezt a térséget nevezzük térségnek, ezt a térséget vizsgálom az elmúlt 2-2,5 év tekintetében a terület és településfejlesztési operatív programok kapcsán, akkor kettő szó jut eszembe, ez a konszenzus és az együttműködés. Konszenzus és együttműködés jött létre 23 település között, amely azt eredményezte, hogy az egyéni érdekeket, bár tudjuk, hogy minden polgármesternek a legfontosabb a saját települése és a saját érdeke, azonban mégis a térség fejlődéséért, dinamikus fejlődéséért létre tudott jönni egy olyan konszenzus, egy olyan együttműködés, amely azt hiszem, hogy hosszú távon fogja a fejlődést szolgálni. És ennek eredménye, hogy kis településtől, a legkisebb településtől, a legnagyobb településig, most már elmondhatjuk, hogy mind a 23 település, ami ebbe a térségbe van, mindenhol fog terület és településfejlesztési operatív programos forrásból megvalósulni kisebb, avagy nagyobb fejlesztés. Én azt hiszem, hogy ennek a terület és településfejlesztési operatív programnak Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tiszazug, Mezőtúr és Törökszentmiklós térsége az egyik legnagyobb nyertese lesz. Olyan dinamikus fejlődés, olyan változás indulhat meg a több milliárd forintnak, ami ide fog jönni a topon keresztül, olyan fejlődés fogja jellemezni ezt a térséget, amely az elmúlt években, de talán bizton állíthatom, hogy az elmúlt évtizedekben nemhogy nem történt meg, de elképzelhető sem volt. Amire elnök úr már célzott, hogy most döntés született, támogatás született jó néhány pályázatban, kijelenthetem, hogy ez már most több milliárd forintot jelent a Tiszazugnak, Mezőtúrnak és Törökszent Miklós térségének. Az előkészítő munka, mint mondottam, kétrétű volt, lokális és globális egyaránt. Lokális volt a tekintetben, hogy minden polgármesternek, minden képviselőtestületnek, az én térségemben is voltak vágyai, álmai, amelyek azt hiszem, hogy sokszor 54 milliárd forintra is elég lett volna, azokat is megtöltött volna tartalommal, azonban láttuk azt, hogy nem minden esetben vannak ezek a pályázatok kellően szakmailag megalapozva, ezért egy nagyon komoly globális munkát is igényelt a megyei önkormányzattól, tőlünk az elnökségtől azt, hogy a projekteket valamilyen szinten szűrjük, vagy a projekt kezdeményezéseket segítsük, projekteket generáljunk. Fontosnak tartom elmondani, hogy nagyon sok olyan kis település van a Tiszazugban, ahol nem biztos, hogy a polgármesteri hivatalok kellő számú pályázatokkal foglalkozó szakemberrel rendelkeznek. Fontos, hogy ezeken a településeken a megyei önkormányzat, a közgyűlésben mi, illetve én személy szerint, és itt meg kell említenem a térség országgyűlési képviselőjét, Boldog István urat, nem engedtük el a kistelepülések kezét, igyekeztünk a pályázat teljes beadási időszakában mellettük állni és segíteni őket, hiszen tudjuk azt, hogy attól, mert van egy jó ötlet, van egy jó projektterv, az még nem egyenlő azzal, hogy pályázati dokumentációt készítünk és sikeresen pályázunk a különböző elektronikus felületeken, úgyhogy ez a fajta globális munka is az együttműködésre volt egy kitűnő példa, amelyben a polgármesterek, a térség országgyűlési képviselője, valamint személy szerint én is közreműködtem a megyei önkormányzat részéről. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenképp személyes sikerként könyvelhetem el a magam részéről is. Fontosnak tartom elmondani azt, hogy a nyilvánvaló politikai szerepkör mellett azért nekünk itt a megyei önkormányzatnál, az elnökségben is fejlesztés politikai szakemberként is kellett vizsgáznunk. Én úgy gondolom, hogy az akadályokat jól vettük, hiszen fontos elmondani azt, hogy ez az közel 54 milliárd forint, ez nem jön ingyen. Ezért nekünk vállalnunk kellett nagyon komoly indikátorokat, nagyon komoly szakmapolitikai mutatókat, amelyeket rajtunk fognak számon kérni. És amikor egy-egy projektről, egy-egy pályázatról a tervezési időszakban beszéltünk, nekünk mérlegelnünk kellett, és a megyei fejlesztési tervekbe ezeket be kell
kellett illeszteni. Többek között létrehoztuk a TKKR-t, ami a megyei területi kiválasztás és kritériumrendszer, tehát nagyon komoly szakmapolitikai kérdésekben kellett állást foglalnunk és nap mint nap dolgoznunk. Lehet, hogy elcsépelt fogalom az, hogy együttműködés és összefogás, azonban mégis ki kell emelnem, hogy a tiszazugi, törösszentmiklósi és mezőtúri térségben egy nagyon széleskörű összefogás jött létre, amelynek kézzel fogható eredménye egy nyilatkozat lett, egy együttműködési szándéknyilatkozat lett, amelyet a 23 település polgármestere aláírt Boldog István képviselő úr kezdeményezésére, amely kézzel foghatóan szentesíti azt, hogy a térség fejlesztési céljai, fejlesztési érdekei előrébb valók az egyéni politikai és egyéni érdekeknél. Örülök annak, hogy a következő időszakban olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek az emberek hétköznapi életét érinti. Orvosi rendelők, óvodák, bölcsődék fognak megújulni, épülni, és emellett olyan ipari és helyi gazdasági beruházások valósulhatnak meg, amelyek azt hiszem, hogy megalapozzák azt Jász-Nagykun-Szolnok megyében és így a Tiszazugban is, hogyha 2020-ban az Európai Uniós források rendszere átrendeződik, akkor is a fejlődés töretlen maradhasson és stabil legyen a gazdasági helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, igyekszem rövid lenni, mert délután van és még remélhetőleg nagyon sok kérdést fog kapni a itteni grénium. Magam részéről tudni kell, hogy a elsődlegesen, mint megyei alelnök, a megyei jogú város Szolnok és a megyei közgyűlés közötti kapcsolattartásért és harmóniáért vagyok felelős. Úgy gondolom, hogy ez megvan. Ebben a folyamatban nekem viszonylag kényelmes szerepem volt, hiszen Szolnok város saját nagy, hatalmas elosztható keretet kapott, és úgy gondolom, hogy városi szinten ezt megfelelően fogja elosztani és megfelelő döntést fog hozni. Úgy tudom talán, hogy erről már a sajtó is értesült. Ami a város mellett ezt a területet érinti, a Szolnok járás és az ahhoz tartozó települések Szolnokon kívül. Én is elmondhatom, hogy ezek a települések méltányos, nagyon-nagyon jó jövő pénzeket fognak kapni, és itt is jellemző volt az, ami a megye valamennyi településénél, hogy az első nagy lelkesedés után, amikor még négy település szeretett volna cukorgyárat, mindenki vissza tudta fogni a lendületet, és a végére valóban egy együttműködésen alapuló, harmonikus és mindenki számára remélhetőleg kielégítő döntés alapján megérkeznek a pénzek. Nagyon sok köszönet hangzott el fejlesztési biztos asszony elnök úr felé. Én kiemelném még az úgynevezett DEB szerepét, ez a döntés előkészítő bizottság elnök úr vezetésével és alelnök társaim nagyon hatatos közelműködésével, kiegészülve a frakciók egy-egy képviselőjével. Tulajdonképpen a finishnek a legnagyobb munkáját ők végezték el. De azt hiszem, hogy köszönet illeti a hivatal valamennyi dolgozóját, akik, ha jól számolom, 4-5 éve kőkeményen dolgoznak ezen a folyamaton, és valóban a szakmai rész az ő vállukon, a szakmai rész terhe az ő vállukon volt. Én még megköszönném azoknak a cégeknek is, részben ismeretlenül, akik segítettek a pályázatírásban az egyes településeknek, és nem utolsó sorban, mert utolsóként említem önöket, a sajtóképviselőit, akik úgy gondolom, hogy eddig is partnerek voltak, és a mostani sajtótájékoztatót követően is hitelesen fogják tájékoztatni a lakosságot ezekről a pozitív döntésekről. Köszönöm szépen. Arra dologra hívnám fel az itt lévők figyelmét, hogy több mint 53 milliárd forintról döntöttünk. Ez hatalmas összeg, és amikor több mint 70 település igényeit kell kielégíteni, akkor ez mindig vita van róla, akár veszekedés, egymásnak feszülnek az igények, az álmok, a szándékok, a lehetőségek. És azért hívnám fel a tisztelt sajtó képviselőit, hogyha körbe megyünk a megyébe, meghallgatjuk a szereplőket, akik ebben részt vesznek, akkor azt lehet hallani, hogy az emberek tisztában voltak a lehetőségekkel, a polgármesterek tisztában voltak a lehetőségekkel, meghoztuk a lehető legjobb konszenzust, amit tudtunk hozni, és igazából akár politikai közmegegyezés, egyetértés
van ezekbe a döntésekbe. És én még egyszer megköszönöm azoknak, akik részt vettek benne a hivatalba, akár Lakatos István osztályvezető úr által vezetett csapatnak, a megyei területfejlesztési ügynökség csapatának, ez a szakmai rész. De jelesre vizsgáztak a polgármesterek, nagyon segítettek az országgyűlési képviselők, hogy azokat a túlzott igényeket, amik néhány településnél volt, egyenesbe tegyük. Én meg akarom itt köszönni fejlesztési biztos asszonynak, Bene Ildikónak, Pócs János képviselő úrnak, Boldog István képviselő úrnak, dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, hogy ők is tudtak engedni. Nem az erőpozíciójából küzdöttek a saját térségükért, hanem tudták azt, hogy engedni kell a többiek fejlődését is, és ezért nem hallatszik, amire felhívnám a sajtóképviselőt, ezért nem hallatszik a vita, ezért nem hallatszik a veszekedés, ezért olyan, mintha mindenki örülne, és nem mintha mindenki örülne, hanem mindenki örül ezeknek a döntéseknek, úgy, ahogy alelnök úr is mondta, ennek többszörösét el tudtuk volna költeni, tehát tudtunk volna mi sokkal jobban nyújtózkodni, mint ez az 53,7 milliárd forint, és ez a legfontosabb, hogy Jászlóskun-Szolnok megye hiába van a neve három részből, egységes maradt, és ez nagyon biztató a jövővel kapcsolatban is, hogy egy irányba tudunk húzni. Itt mindenki a megyénél, az önkormányzatoknál, az országgyűlésnél, a kormányzat felé való támogatásba mindenki egyetért. Én azt akarom, hogy maradjon is így, mert hát legjobb dolgozni nyugalomban, egyetértésben, és nem csak dolgozni jó, hanem élni is így jó. Én köszönöm szépen!